Ebben a videóban a Twine alapjait fogom megmutatni, elsősorban azt, hogyan lehet egy nagyon egyszerű történetet készíteni, különböző szakaszokat összelinkelni, és az alapvető formázási beállításokat fogjuk megnézni. A Twinery.org oldalán vagyunk, és innen nekem ugyan több történet látszik itt ezen a falon már, de hogyha megnyitjuk, akkor természetesen nulla sztori lesz majd kezdetbe, és hát mindenképpen indítanunk el azzal, hogy egy sztorit szeretnénk létrehozni, ezt valahogy elnevezzük, mondjuk legyen az, hogy Twine 1-es. És már is megvan a sztorink. A szerkesztő felület közepén látunk egy olyat, hogy cím nélküli szakasz, passage. Erre rá viszem az egeret, akkor megjelenik egy szerkesztés, ikon, megjelenik egy lejátszás gomb, illetve tudom változtatni a méretét a szakasznak. Itt a tervezőben ennek feltétlenül nincsen funkciója. Rákatintok, akkor tudom szerkeszteni. Becsukom. Szakaszt hozzá tudok adni innen kívülről is. Itt teljesen újat, amit természetesen máshogy fog elnevezni, úgy fogja elnevezni, hogy cím nélküli szakasz 1-es. Ez az egyik lehetőség egy új szakaszra. És mondjuk azt mondom, hogy a kertben állsz. Látsz egy házat. És hát szeretnék eljutni a házhoz. De mész? Kérdezem. És azt szeretném elérni, hogy a rákattintok majd erre a szóra, hogy bemész, és így el tudok jutni a következő szakaszra, tehát így csinálok egy-egy szakaszt, ugye ezt. Bemész a házba, esetleg így oldom meg. Dupla kettős zárójelbe rakom. Már is megszületett a linkem. Ha becsukom, akkor rögtön látszik, hogy van egy másik szakaszom, aminek az a neve, hogy bemész a házba. Jó, próbáljuk ki, tesztelhetjük. Le is játszhatjuk az egészet. Ha letesztelem, akkor egy új ablakban megjelenik az alapbeállítás. És rákattintok a linkre, és rögtön látom, hogy eljutottam a következő szakaszra, ezzel a visszanyillal vissza is jutok. Be is csukom, és megindítom a play gombbal, ugyanazt látom, mi a különbség, később el fog mondani. Van egy árválkodó szakaszunk, akkor nevezzük el valahogy. Ez mondjuk legyen a tároló. Jó. Visszaugrok, és azt mondom, hogy arrébb van egy tároló, érdekel, bemész a házba, és akkor azt mondja, hogy bemész a tároló. Elmész a tároló felé, megvan a másik linkünk, és akkor próbáljuk az egészet újra. Bemész a házba, vagy elmész a tároló felé. Most már két irányba tudok közlekedni, de ezt kis tével kéne írnom, hogy ne legyen zavaró, akkor átírom. És akkor itt is átírja a szerencsére, tehát visszafelé működik a dolog. Odafelé azonban ne, tehát ha itt átírjuk a link nevét, akkor bizony meg fog szakadni az egész rendszer. Tehát hogyha én azt írom, hogy
tároló helyett mondjuk trollót írok, akkor nagy baj lesz, mert akkor csinál egy olyan szakaszt, aminek trolló a neve, és akkor elszakadtunk a tárolótól, tehát ez nem jó. Maradjunk meg az eredetinél. Ezt meg dobjuk ki a szemétbe, amit keletkezett. És azt mondom, hogy még szeretnék egy harmadikat is. Egy medence is van a kertben. Megfürdesz a medencében. De hát egy ilyen hosszú nevű szakaszunk ne legyen. Egyrészt csúnya. Meg nem tudunk majd kiigazodni. Ilyenkor azt csinálom, hogy dupla zárójel, majd egy vonal, és azt mondom, hogy medence. Mi fog történni? Lesz már egy medencés linkünk is, és most nézzük meg, mi történik. Megfürdesz a medencébe, rákattintok, és oda visz bizony a medence oldalára. Most már csak annyi a dolgunk, hogy itt valami szöveget beírjunk. Itt a tároló. Itt odaírjuk, hogy egy nagy ház van előtted. Itt pedig azt írjuk, hogy csodálatos a medence vize. Jó. Játsszuk le az egészet. Bemész a házba, egy nagy ház van előtted, visszamegyek, elmész a tároló felé, itt a tároló, megfürdesz a medencébe, csodálatos a medence vize. Ezzel készen is vagyunk.